Sziasztok! Megkaptuk tesztelésre a Shuttle XH170V típusú Barbon PC-t. Ebben a videóban ezt a kis gépet fogom nektek bemutatni, és megmutatni, hogyan kell beüzemelni. De előtte pár gondolat a Barbon PC-kről. Ezek tulajdonképpen félkész számítógépek, melyeknél a gyártók a felhasználóra bízzák, hogy milyen processzort, háttértárat és mennyire memóriát építenek a gépbe. A Barbon PC-k előnye, hogy kisméretűek, viszont mégis teljes értékű számítógépként működnek. A Shuttle ezen modelljének egyetlen hátránya, hogy nem lehet bele videókártyát rakni, így a gamereknek nem biztos, hogy ez a legjobb választás, viszont általános otthoni, illetve irodai használatra tökéletes. Gyors, főleg egy SSD-vel, halk és nem termel akkora hőt, mint egy ATX 100-as asztali számítógép. A kapott termék oldalán találjuk a hűtőrácsokat, viszont ventilátor csak a jobb oldalon van. Aki viszont nem elégedett a beépített hűtéssel, annak van lehetősége bővítése is az alaplapon elhelyezett csatlakozókkal. Ha már a csatlakozóknál tartunk, nézzük, hogy milyen portokat találunk a gép hátulján. Balról jobbra haladva találjuk az áramforrás csatlakozóját, mellette egy RS232-es soros portot és egy HDMI bemenetet. Kapunk két DisplayPortot is, így akár három monitorral is használhatjuk a gépet. A két USB 3.0 port mellett van egy CMOS gombunk is, mely a BIOS beállításait törli. Ezt csak akkor nyomjátok meg, hogyha módosítottatok valamit a BIOS-ban, ami miatt nem működik a gép. E fölött van egy Ethernet csatlakozó, mellette pedig két USB 2.0 és egy eSATA port. Végül pedig az 5.1-es hangzást is támogató 3 darab jack audio bemenet. A masina elején is találunk csatlakozókat, melyeket a műanyag fedlapok rejtenek. A felsőt lenyitva találunk egy nyílást, mely akkor nyer értelmet, ha optikai meghajtót építünk a számítógépbe, az alsó viszont 2 darab USB 3.0, 2 darab USB 2.0 és 2 audio portot rejt. A Shuttle XH170V támogatja a 6. generációs Intel Skylake architektúrán alapuló processzorokat egészen 65 wattos teljesítményig. Ezeknek a processzoroknak a foglalata LGA 1151-es. Memóriából két darab DDR3L modult tudunk belerakni, és akár 2x16 GB-ig is bővíthetjük. Videókártyát nem csatlakoztathatunk, így a grafikus teljesítményről az Intel HD 530 integrált grafikus chip gondoskodik. A számítógép további bővítési lehetőségeit szöveges tesztünkből ismerhetitek meg. Ez a Barbon PC körülbelül 80 000 forintba kerül, ez az ár nem tartalmazza a háttértárat, a processzort és a RAM kártyákat. A továbbiakban a beüzemelésről lesz szó. Ahogy a videón is láthatjátok, a komponensek behelyezése nem is olyan nehéz, viszont felhívnám mindenki figyelmét, hogyha elrontjátok, az garanciavesztéssel fog járni. Kezdjük a RAM kártya behelyezésével. Két slot közül választhatunk, hogy melyikbe szeretnénk rakni, majd a videón látható módon pattintsátok bele a foglalatba. Ezután következik a processzor. Fontos, hogy a háromszög jelölés ugyanazon az oldalon legyen a processzoron is és az alaplapon is. Hajtsuk rá a fedelet, majd erősítsük oda. Ezután a processzorhűtő következik, melyen ahogy láthatjátok nincsen külön ventilátor, a gép oldalán található két ventilátorból áramlik a hűtés a csöveken keresztül a processzorba. Ellenőrizzük, hogy megfelelően rögzült-e a hűtés. Ezután már csak a merevlemez maradt hátra, mely lehet SSD vagy HDD. Csatlakoztassuk a SATA kábeleket a videón látható módon, rögzítsük a tárcát a két csavarral, rakjuk rá a fedlapot, és tulajdonképpen készen is vagyunk. Csatlakoztassuk áramforráshoz, kössük hozzá a monitort, illetve a perifériákat, és ha van operációs rendszer a Winchesteren, akkor a driverek telepítése után már használatra kész is a gép. Ennyit szerettem volna nektek beszélni a Shuttle XH170V Barbon PC-ről. Ha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, én Laci voltam, és találkozunk a következő videónál. Sziasztok!